Játékmesék! Sziasztok gyerekek! Látogassunk el az állatmentő központba. Itt minden állatot meggyógyítunk. Itt is van nekünk Kiki vadőr. Ő segít nekünk a drónjával, felfedezi, hol vannak a sérült állatok. Lássuk először is. Ó, nézd ezt a szegény zsiráfot. Mi lett a nyakával? Na nem baj, meggyógyítjuk. Csak be kell szállítani. Pingvinek? Mi a baj, kis pingvin? Nagyon koszos vagy. Lehet, hogy egyéb bajod is van. Medve! Mi lett veled, macikám? Meggyógyítunk. Ne aggódj! Már jön is a csapat. Gyorsan, megfelelő járművel. Biztos, hogy hamar odaérünk. Én nekem ez a sárga nagyon tetszik. Legyen ez! El is indultunk hát. Beleugrunk, és indulás! Nincs vesztegetni való idő. Szerencsére a MOC GPS pont oda visz hozzá. Fordulás. Vissza. Fordulás. Itt a medve. Mi történt veled? Gyere gyorsan. Fel a platóra. Meggyógyítunk. Megyünk a pingvinért. De macikám, nem esszük meg a pingvint. Meg kell őt is gyógyítani. Most egy hajóba neveztek. Azaz egy platón ültök. Gyerünk, gyerünk. Jó, messze van ez a pingvin. Egészen fent az északi sarkon. Nem, a délin. Mivel a pingvinek ott élnek. Na gyerünk. Indulás. Tú-tí-tú-tú. Jövünk szépen a zsiráfért, de padlógázzal. De nem haladunk, mert a medve nagyon nehéz. Gyere zsiráf! Te is szállj be, nem tudjuk, hogy mi van a nyakaddal, de meggyógyítunk. Indulás vissza! Már itt is vagyunk. Ninózhatnánk is, de ezen az autón nincs Ninó. Na, meg is érkeztünk. Mindenkit szépen beteszünk egy kenelbe. Semmiféleképpen sem legyen az, hogy hát, hogy esetleg összevesznek és megeszik egymást, mondjuk a medvéből kinézek sok mindent. Na lássuk, legelőször is a medve nagyon rosszul érzi magát, de a zsiráf, ő nagyon lapít, nézzük meg őt, általában a csendesebb, nagyobb bajban van. Na lássuk, aha, gyorsan a röntgen azt mutatta, hogy gond van! Ó, édes Istenem, a csontok eltávolodtak egymástól, hát hogy tört ez el? Na, visszahelyezünk mindent. Szépen, szépen. A zsiráfnak képzeljétek el, ugyanúgy 7 darab nyakcsigolyája van. Ezt jó laposan be kell kötözzük, és ahhoz, hogy helyben maradjon, tettünk hozzá egy kis sínt. Jó, a kötözés és a sín majd segít, és szépen az egész nyakacska meggyógyul. Meg is van! Na lássuk, ezt elvágjuk, nyisznyasz, elkötözzük, és már jó is! Tegyünk rá valami kis szépet, hogy ne tennénk? Epret? Az én kincsem nagyon szereti az epret, úgy a kicsi zsiráf! Legyen cukorka is, azt is szeretik, és kicsi csillag! Tegyünk még egy valamit. Még egy sapkát, még hozzá egy boszorkány sapkát. Nagyon szép lett. Így a többi zsiráf irigyedni fogja. Nagyon jó. Na akkor most szépen megetetjük a zsiráfot. Mit teszik a zsiráf? Leveleket! Ezért olyan hosszú a nyaka, mert ő meg tudja enni azokat a leveleket is, amelyek túl magasan vannak a többi állatnak. Nagyon kis bélpoklos zsiráf, nagyon éhes. Lehet már régóta nem tudott enni. Csukli-mukli! Vigyázz a nyakadra, nem szabad ugrálni. Na lássunk egy utolsó vizsgálatot. Azt mondja, hogy kicsi zsiráf, kicsi nyaka, kicsi pocak.
Minden rendben! Ott az agya is! Nagyon jó! Örülünk! Segítettünk a zsiráfnak! Indulás vissza! Őt szépen visszatesszük a szavannai területre. Tulajdonképpen ez nem szavanna, ez csak egy szavannai terület nekünk itt, az állatparkban. Sziasztok, tesók! Jó, lássuk most ezt a medvét. Nagyon sír. Mi a baja van? Igen, igen, azt látom, hogy valami fáj, de mi? Nézzük a pocakot? Aha, itt már előre láttuk, hogy valami... Mindent összeettél. Miért kell mindent összeenni? Egy rossz elem, ez nagyon veszélyes. Flakon, meg mindenféle kosz, labda. Borzalmas. Szatyor, nylon szatyor, az kell oda. De miért eszel meg minden medve? A szemét nem ennivaló. Mi volt az ott? Egy komplett telefontöltő? Ezért nem találom sose a telefontöltőt. Megeszi a maci. Na, most meggyógyítjuk ezt a pocakot, mert innen ki kell pumpálni ezt a borzalmas, savas folyadékot. Aha, a gyomor problémákat, talán fekélyeket meggyógyítjuk, hogy szép, egészséges gyomira legyen a macikának, és tudjon enni. Most már boldog, jó kedve van. Ne egyél, macika, nem szabad enni szemetet. Tudod, mit kell enni? Halacskát! A medve nagyon szereti a halat, és az almát, szerintem azt is imádja. A medvék alapvetően növényeket és magokat esznek, de a húsikát is imádják. Ah, tele a pocak! Macikánk újra örül és egészséges. Nagyon jó. Még egy utolsó vizsgálatnak átmentjük. Lássuk. Bam-bam-bam. Mehet a szkennelés. Minden rendben. Egészséges lett a maci. Visszavihetjük a helyére. Gyerünk, maci. Vissza az erdős tisztásra. Itt vannak a haverjaid. Elmeséled nekik, hogy miket vettünk ki a pocakodból. Na, lássuk tovább. Igen, a pingvin nagyon rosszul érzi magát. Ez nem sima kosz. Ez olaj. Fú. Igen, hogyha valamilyen szörnyű tengeri katasztrófa kellett történik, akkor szegény tengeri állatok tiszta olajfoltosak lesznek, ezt alig lehet róluk letakarítani. Szerencsére van különleges pingvin és kacsatisztítónk. Most pedig megvizsgáljuk, van-e valami belső sérülése. Ajajajajaj, tele van pacival a pocia! Ezeket gyorsan kiírtjuk. Úgy elkapjuk, helyi kezelésnek vetjük alá. Úgy. Te sem úszod meg. Minden baktériumot és bacit kiírtunk. Meggyógyul a pocakod. Ugye sokkal jobban érzed magad, kis pingvin. Lássuk. A pingvin nem nagyon szereti a meleget, ezért egy picit lehűtjük. Figyeljétek ezt a hóágyút. És már kész is van a tél a nyárban. Nagyon jó! Boldog a kis pingvinünk. Van jég, van hó, van hideg. Oké, mehetünk is enni? Na, már megint fejre is estél. Na, mit szeret a pingvinünk? Mindenféle vízi élőlényt. Ez most például egy kis tintahal volt. Legyen mondjuk egy kis garnéla. Ham. És természetesen a halacskákat is nagyon szereti. Nézzétek, milyen éhes. Nagyon jó, tele a pingvin poci. Most már lehet pihenni, de azért még leellenőrizzük egyszer. Lássuk. Egy teljes pingvin csekkolás jön, és mindenki egészséges. Nagyon jó. Mehetsz vissza a többiekhez, kis pingvin. Indulás a jeges világba. Elmondhatod a többi pingvinnek, hogy hogyan kell az olajat elkerülni. Na, lássuk.
Jó, nagy közhajtatok magatok után, ezt gyorsan kitakarítjuk. Úgy-úgy összesöpörgetünk minden szépen, alaposan és gyorsan, mert a többi állat szép, tiszta helyre kell, hogy érkezzen. Úgy-úgy. Úgy-úgy, oda-oda. Nem megy az, hogy ott hagyjuk a piszkos szalmát. Úgy. Oda-oda. Jó. A maci után kitakarítottunk, most következik a megágyazás az új állatoknak, mert hát mindig új állatok vannak. Valaki mindig megsérül. Nagyon szép és tiszta. Rakjunk egy házikót. Ide egy házikót, meg egy kis tisztít, egy kis díszítést. Jól van. Kis kerítést. Oké. Meg egy zászlót. A zászló is jól néz ki. Kész is van. Nagyon jó. Következzen a füves terület. Nézzétek, szúnyogok is vannak. El innen. Na igen, már ezek a legyek is döngik. Áj, borzalmas. Ezért kell lecsapkodni őket. Baing. Baing, 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 baing. El innen legyek. Ez a biolégyírtó. Jó, alaposan lecsapjuk. Ebbe nincsen semmi vegyszer. Tisztaság van. Jön egy nyuszi ház. Jöjjön egy levélke, ilyen őszi dísznek, és egy szép fehér kerítés. És, na, legyen még valami. Egy szélkerék! Indulás! Jöhet a következő lakó. És utoljára még ezt is kitakarítjuk. Jól van, na ez a beton terület volt, ez könnyebb lesz kitisztítani. Mindjárt kislagozzuk, és kész. Felmosó. Na jó, legyen felmosó, az sem rossz. Oké, meg is van. Most jön egy kis díszítés. Legyen vicces, legyen egy igló. Nem tudom, hogy miért, ehhez jég kellene. Egy kis füves rét, és legyen egy fakerítés. Nem, bambusz. Kész is van. Oda neki egy zászlót. Jöhet a következő lakó. Lássuk, kit tudunk megmenteni. Na ki van vajon bajban? Ó, kis majom, mi lett veled? Veled már valamikor találkoztam. Jaj, de borzalmas állapotban vagy. Meggyógyítunk. Szia, Süni! Neked mi a bajod? Nem nézel ki jól. Beviszünk. És itt ki van? Atya úristen! Egy krokodil! Teljesen be van fogyva. Gyorsan, mindenkit megmentünk. Legyen mondjuk most ez a szép kék. Nagyon szeretem a kéket, induljunk hát el vele. Először is megyünk a Süniért. Hát ez se tud sokkal gyorsabban menni. Nem baj, azért megpróbálunk. Itt van, gyere Sünike, megnézzük, hogy miért vagy olyan szomorú. Indulás vissza a krokodilért. Reméljük, hogy nem fogja bekapni a Sünit. Krokodilok is mindig mindent megesznek. Jó, egyenes út vezet hozzá. Gyere, Kroki! Be vagy fogyva egy jégkockába, te nem fogod bántani a kis Sünikét. Megyünk a kis majomért. Úgy, egy kanyar, és már nem sokára itt is vagyunk. Jó sok állat van, és szerencsére nem mindenki beteg. Hogy tudnánk mindenkit egyszerre ellátni? De a kismajom, mert jó messzire jöttünk. Gyerünk, indulás! Meg... Na, menjünk. Hú! Úgy-úgy. És már meg is érkeztünk. Most mindenkit szépen beteszünk újból egy kenelbe. Szeretnétek kipróbálni ezeket, amelyeket csináltunk? Nézzétek! Ez olyan szép, tiszta! Úgy! Lássuk ki a beteg! Szerintem legelőször legyen a Süni, ő nagyon rosszul néz ki. Mi a baj? Sünikém, hova lettek az összes tüskéid? Ó, megmondom én neked! Nézzétek, ez az aloe vera! Nagyon sokat tud segíteni mindenféle bőrbetegségen. Gyorsan fölvagdassuk neked.
és ezzel fogunk majd bekenni az aloe verácskákat, szépen beletesszük ebbe a kis tálkába, és jó alaposan összetörjük őket, bizony, mert ebből lesz nekünk az aloe vera pépünk. Úgy, már kenhetjük is! Gyere, Suni! Ne figyelj, ettől vissza fog nőni az összes gyönyörű tüskét. És a kis bőröd is meg fog nyugodni. Ez nem tudom, hogy milyen bőrbetegség lehetett, de jó lesz. Ó, nézd! Ott jönnek a kis tüskék! Nagyon jó! Gyönyörű szép Sünike vagy! Be is gömbölyödtél nekünk. Igen, csak jó! Boldog kicsike! A Sünike általában a leghasznosabb egyik állat. Szereti a rovarokat, megeszi a kukacokat, viszont imádja a gyümölcsöket is. Mint például az almát. Úgy-úgy, egyél kicsi Sünikénk, erősödjél meg. És jöhet még egy kis brokkoli is. De az is lehet, hogy kínai kell. Azt is nagyon szereti. Jól van, ügyes Süni vagy. Hú, tele a pocak. Megvizsgálunk még egyszer. Biztos, hogy minden rendben legyen. Gyere, Süni. Minden oké. Tiszta és egészséges, Süni. Mehetünk is vissza a többiekhez. Lássuk csak. Sziasztok, Süni tesók! Vigyázzatok magatokra, és beszéljétek meg, hogy nem szabad szomorkodni. Na, ki van még itt? Itt van nekünk ez a kis szegény befogyott kroki. Mit csináljunk vele? Valahogy fel kellene őt. Hát én olvasztani akartam, de hát megpróbálhatjuk. Ó, jó nagy ütések. Nem ütjük így fejbe. Fú, ezért mondják azt, hogy aki profi, az profi. Jó van, kroki. Gyere, felmelegítünk. Felmelegítünk, felmelegítünk. Semmi baj. Na lássuk, van-e valami belső sérülésed a fagyástól? Tudod, agyad rendben. Belső szerveid nagyjá. Mik azok a tojások? Hát a krokodától, krokodilunk éppen tojást fog rakni. Krokodil mama lesz belőle. Egy tojás már le is raktunk. Kettő tojást leraktunk. Jó nagyokat rúg rajta. És a negyedik tojás az is kint van. Nagyon jó. Szépen. Szépen eltesszük őket egy kellemes kis fészekbe. Úgy-úgy. Általában a krokodilok elszokták ásni őket a földbe. De most egy inkubátorba tesszük. Lássuk. Nőnek. A krokodiloknak a neme attól függ, hogy hány fokon vannak a tojások. Ezt most pontosan nem tudom, hogy hogyan, de ezek nagyon cuki kis krokik. És állandóan sírnak. Mindig kell nekik valami. Mi kell nekik? Ennivaló! Nézzétek, mi jó ide éhes mindenki. Nem is jut mindenkinek nyama. Először a babáknak adunk. Mama is egyen egy kicsit, úgy-úgy, de hagyjunk a kicsiknek. Nagyon jó! Boldog kis krokik, indulás vissza a vízbe. Gyere, mama, megvizsgálunk, tudsz-e vigyázni a kis krokikra? Úgy. Minden rendben van, a krokink egészséges. Mehettök vissza, vigyázol egy kicsit a kicsikre, azután már önállóan fognak és nagyon ügyesen vadászni. Gyerünk vissza. Nézzétek, meghoztuk az utódokat. Utolsó nap pedig lássuk, mi történt veled, kis majom. Jaj, leestél. Bizony, leestél a fáról, mert nem figyeltél rendesen. Gyere, jó alaposan megtakarítunk, és megnézzük, mit szurkáltál össze. Hol van ez a viszketés? Nézd már! Hát nem csak attól, itt bolhák vannak. Gyerünk csak kifele innen. Egy bolha, két bolha, mindig be kell csökni az üveg tetejét, nehogy kiugorjon.
Megvagy! Úgy de sokan vagytok, atyaústen! Bolha, 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 bolha! Nem szöksz el! A bolha nem viszel, csak elkapjuk! Nagyon jó, már most nem lesz annyira viszketés! De a viszketést tudjuk egy picurkát enyhíteni. Bizony, ez egy jó, hűvös, kellemes kis keverék. Ez nagyon fog segíteni. Jó van, na, mindjárt kész is vagyunk. Jó van, na mit szólsz? Jobb? Igen! Tetszik neki, és még táncol is nekünk. Nagyon jó. Ügyes kismajom vagy? Éhes vagy? Mit szeret a kismajom, ha más nem? Banánt, azt nagyon. Nyom, 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 nyom. 4 banán oda! 8 banán oda! És 12 banán! Te aztán éhes voltál. Biztos tele a poci? Hú, gondoltam. Jól van, kismajom, megvizsgálunk még egyszer. Lássuk, mi a helyzet oda bent? Egy röntgen, és mindent látunk, hogy rendben. Nagyon jó, mehetsz vissza a többiekhez elmesélni, milyen jó volt itt, és milyen ügyesen gondodat viseltük. Gyerünk, kismajom. Nagyon jó. Viszlát, vigyázz magadra, ne ess le a fáról még egyszer, és kerüld a bolhákat. Ennyi volt hát ez a mese. Ha szeretnétek hasonló meséket látni, nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!